Megnyitották, az önkormányzat működtetésében ismét van postai szolgáltatás Paszabon. Lomtalanítás, március végéig lehet regisztrálni az ingyenes házhoz menő szolgáltatásra. Később kell fizetni, idén elegendő április 15-ig befizetni a gépjárműadót, ráadásul kettő helyett egyszer kell csak utalni. Néhány hét szünet után ismét van postai szolgáltatás Paszabon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A korábban vállalkozó által működtetett postát most már az önkormányzat üzemelteti. Mint Tajti Péter polgármester elmondta, a helyiek örülnek annak, hogy csak rövid ideig volt zárva az épület. A térség országgyűlési képviselője Vinnai Győző pedig arról beszélt, hogy szeretné, ha a választókerületéhez tartozó valamennyi településen lenne postahivatal. Csekkbefizetés a Paszabi postán. Néhány hétig ezt nem lehetett megtenni, mivel decemberben bezárt a hivatal. Február 27-én viszont újraindult a szolgáltatás, aminek mindenki örül a közel 1400 lelkes településen. Nagyon örül a lakosság, boldogok vagyunk, hogy így alakult, hogy visszakaptuk a postahivatalt, mert hiányzik. Vinnai Győző országgyűlési képviselő szerint fontos, hogy a kisebb településeken élők is hozzájussanak valamennyi szolgáltatáshoz. Egy ilyen településen, mint Paszab, ahol 1350-en laknak, nagyon fontos, hogy az emberek megszokták, hogy a közüzemi szolgáltatások, a közintézmények rendben vannak. Hiszen ha az elmúlt években nézzük, akkor itt bölcsöde, óvoda, iskola felújítása történt meg, a Népművészeti Ház felújítása, a polgármesteri hivatal energetikai felújítása, nem sokára elkészül a Paszabot Tiszabercellel összekötő út aszfaltozása, belterületi utak történtek, és a postához meg ragaszkodnak az emberek, hiszen itt minden lehetőség megvan arra, hogy csekket fizessenek be, csomagot adjanak föl, levelet adjanak föl, képeslapot adjanak föl, és készpénzes ellátás, sőt, telefontöltésre is lehetőség van, illetve készpénzfelvételre, illetve befizetésre is lehetőség van. Én azt gondolom, hogy nekünk az a célunk, itt a választókerület 20 településén, amelyben vannak kisebb 1500 alatti települések is, hogy mindenhol működjön posta, vagy az önkormányzat, vagy egy vállalkozó közreműködésével. A postahivatalt az önkormányzat működteti, ez viszont nem jelent komoly terhet a költségvetés számára. Ráadásul a nyitáshoz kapcsolódóan új, a település arculatához illő utca és házszámtáblák kerültek az épületekre. Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy nem jelent terhet, mert a postával való szerződés alapján egy bérleti díjunk van, ami egy elenyésző összeg, viszont az a segítség, amit megkaptunk a postától, az, hogy a képzést, aki a postahivatalban dolgozik, azt ingyenesen biztosította a posta igazgatóság, és betanította a dolgozót, aki itt dolgozik. Itt tulajdonképpen egy bérleti díj van, és a rezsi költség van, amit nyilván az önkormányzat az magára tud vállalni, mert az nem jelent akkora jelentős összeget. Ezt a település nagyon várta. Mi abban tudtunk segíteni a postának, és ezt mindenképpen szeretném elmondani, hogy ugye a kézbesítés az ugye Ibránya központi posta, és onnan történik majd a kézbesítés, hogy az önkormányzat, és ez látszik is a postának a falán, hogy valamennyi ingatlannak biztosítottunk házszámtáblát, ami teljesen egységes, a táj jellegének, a falu arculatának megfelelő paszabi címerrel és utca házszámban van ellátva, így megkönnyítettük a kézbesítést is, és így nyílhatott meg még külön a posta is. A polgármester még elmondta, hogy a Magyar Falu program keretében hamarosan elkezdik a Bercsényi utca felújítását. Emellett pályáztak forrásra egy nappali ellátás biztosító idősek otthona építéséhez is. Idén egy hónapot nyernek a gépjárművek tulajdonosai, ugyanis több mint 5 millió jármű után március 15-e helyett elegendő április 15-ig befizetni az adót. Ráadásul kettő helyett egyszer kell csak utalni, a részletfizetés pedig automatikusan jár, közölte a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Izer Norbert kifejtette, a kormány azért is döntött a szabályok egyszerűsítése mellett, mert az adózók nagy részénél az évi kétszeri fizetés során sokszor megtörtént, hogy vagy elfeledkeztek a második részletről, vagy duplán is kifizették. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy amennyiben problémát okozna az adózóknak az évi egyszeri fizetés, érdemes kihasználni a részletfizetési kedvezményt, amely a NAV mobil alkalmazásában néhány kattintással automatikusan jár.
Március végéig lehet időpontot kérni az ingyenes házhoz menő lomtalanítás szolgáltatásra. A felkínált időpontokból az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Honlapján, telefonon vagy e-mailben lehet választani. Családi házak esetében az ingatlan telek határán belül kell elhelyezni a hulladékot, társasházaknál pedig konténerrel történik az elszállítás. Már lehet időpontot kérni a feleslegessé vált holmik ingyenes elszállításához. Legegyszerűbben az EAK honlapján keresztül lehet regisztrálni, de e-mailben vagy telefonon is gyorsan egyeztethető az időpont. Fontos, hogy a szolgáltatást csak az veheti igénybe, aki a közszolgáltató nyilvántartásában is szerepel. Elsődlegesen ugye kollégánkkal időpontot kell egyeztetni, hogy mikor végezzük el a lomtalanítást. A megállapodott időpontban nem konténert helyezünk ki, hanem a hulladékgyűjtő autónk megy oda az adott időpontban. Ugye a hulladékokat maximum 2 köbméteres mértékig nem közterületen, hanem saját portán belül kell elhelyezni. Természetesen igényeljük a személyes jelenlétet, tehát akinek az ingatlanánál vagyunk, az megmutatja a kollégáknak, hogy itt ez a kihelyezett lomhulladék, ezt kell bepakolni, ők bepakolják a kukásautóba, ügyfelünk aláírással igazolja, hogy megtörtént a lomtalanítás, és mindenki megy útjára. Míg a kertes házaknál a hulladékgyűjtő autóba pakolják a lomot, addig a társasházakhoz konténert lehet rendelni. Itt a lakóközösség képviselője egyeztet időpontot, de emellett a városüzemeltetés közterület használati engedélyét is be kell szerezni. A szolgáltató arra hívja fel a figyelmet, hogy a lomtalanítással nem lehet minden feleslegessé vált hulladéktól megszabadulni. A lomhulladék elméletileg azokat a hulladékokat jelenti, ami a háztartási vegyes hulladékba, a kukába kerülhetne, de méreténél fogva nem fér be oda. Tehát ezek ilyen bútorok, kis bútorok, ruhák akár, mindenféle ilyen háztartási kidobásra ítélt lom. Van néhány olyan dolog, amit viszont nem tartozik a lomhulladék fogalmába. Tehát ilyen például a vegyes hulladék, szerves anyagot tartalmazó hulladék, akár ipari kereskedelmi tevékenységből, tehát nem magánszemélytől származó hulladék, mezőgazdasági tevékenységből származó hulladékok, ezek nem kerülhetnek bele a lomtalanításba, tehát ezt nem is fogjuk elhozni a lomtalanítás során. Építési törmelék vagy építkezésből megmaradt anyagok, ezek sem kerülhetnek bele a lomtalanításba. Vannak erre különböző lehetőségek, ahol a lakosság ezeket elhelyezheti. Mindenkit bátorítok a Nyíregyházán található 2 hulladékudvarunk és a Mátészalkán található hulladékudvarunk ingyenes igénybevételére. A házhoz kérhető lomtalanítást 2020-ban vezette be az EAK. Korábban ugyanis a közterületen felgyülemlett lomok sokáig szétszorva hevertek a gyűjtőpontokon és azok környezetében. A szolgáltató szerint az időpont egyeztetés ugyan nagyobb együttműködést kíván az ügyfelektől, mégis komfortosabb és rendezettebb körülmények között zajlik a lomtalanítás. 100 éve született Tomcsányi Pál, akinek tiszteletére emléktáblát avattak Vásárosnaményban, a Beregi Múzeumban. A későbbi egyetemi tanár gyermekkorának nagy részét ebben a városban töltötte, felnőtt korára pedig igazi polihisztor lett. Nem csak kertészmérnökként dolgozott, az agrármarketing hazai meghonosítójaként is emlegetik. Munkáját a Magyar Érdemrend középkeresztjével is elismerték. A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal, amelyet Tomcsányi Pál, Széchenyi díjas agrármérnök kapott, többek között az agrármarketing hazai meghonosításáért. Fajta kutatása és a kutatás módszertan kidolgozása szintén kimagasló színvonalú munkája volt. Több mint 250 tudományos publikáció, 26 könyv és 13 könyvrészlet szerzője vagy társszerzője. 6 gyümölcsfajta ismereti könyvet írt, nem csoda, hogy első házasságából született 3 gyermeke büszkén gondol vissza 2018-ban elhunyt édesapjára. Nekem a bátyám is és az öcsém is mezőgazdász lett, én nem. Én kisgyerekkorom óta mindig a kis autókat tologattam, és így végül közlekedésmérnök lettem. De biztos, hogy a tudományos gondolkodás, az, hogy egy témát hogy kell megközelíteni, az biztos, hogy mind a hármunk számára átjött. Hát voltak olyan beszélgetések, amik erre számos alkalmat adtak. A Vásárosnaményiak sokszor csak Pali bácsiként emlegették a város díszpolgárát.
mindig elmondjuk azt, hogy Vásárosztányban a Berek szívében úgy próbálunk meg élni, hogy tiszteljük a múltat, ugyanakkor a jövő felé is mutatunk egyfajta irányt. Tomcsányi Pali bácsira, az akadémikusra, a kiemelkedő szakemberre mindenképpen méltósággal emlékezzünk, és emlékszünk is, hiszen tudjuk azt, hogy minden szállal ide kötődött gyermekkorát itt töltötte ezen falak között, és az utolsó lakója volt igazából ennek az épületnek. Az ő és felmenői életének egy része ma is egy kiállítás keretében látható a Beregi Múzeumban, a Tomcsányi kastélyban. Az épület 2007 óta egy uniós támogatással megvalósult felújítás után lett a múzeum része, előtte számos más funkcióval bírt. 1945-ben államosították az épületet, és mindenféle funkcióval bírt. Ezek közül a legtovább az a funkció bírt, amely évtizedeken keresztül tartott, mégpedig középiskolai kollégiumként működött. Nagyon sokan úgy járnak ide-vissza, látogatók is, hogy egyrészt ugye megnézik a múzeum kiállítását, megcsodálják az épületet, de egyúttal emlékeket elevenítenek föl, hogy amikor ők még itt kollégisták voltak, akkor melyik szobában laktak, és azokat a régi diákcsényeket, illetve az akkori történeteket is megfelelő módon tudják feleleveníteni. A bezárást követően több évtizednek kellett eltelnie, hogy mai pompájában fogadhassa a látogatókat. Egy közösség szempontjából nagyon fontos az, hogy megbecsüljék azokat az embereket, akik tettek és dolgoztak az adott területen, vagy az adott közösségért, és Vásárosna még nem felejtette Tomcsányi Pált, hiszen akárhogyha a múzeumra gondolunk, vagy akár mondjuk arra a tevékenységre, amelyet ő a tudományos életbe letett az asztalra, mind ezerszállal kötődik Vásárosneményhez is, és ő sem felejtette el a települést, és úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat, ez a mai napig, még a halála után is nagyon aktív. A Kastély lakói című állandó kiállítás termében február 27-én Tomcsányi Pál születésének 100. évfordulóján emléktáblát avattak a Beregi Múzeum egykori lelkes látogatójának. Nyíregyháza önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy március 4-én hétfőn megkezdődik Sóstón a Berenát utca felújítása a Kemecsei úttól összesen 590 méter hosszon. Kedden elkezdődik a Fürdő utca felújítása is a Kemecsei út és a Venyige utca közötti szakaszon. A munkavégzéssel érintett útszakaszon fél sávon haladhat majd a forgalom. Hétfőn elindul az Ószőlő utca felújítása is a Garibaldi utca és a Csalóköz közé eső szakaszon. A táblázási munkálatok mellett egyirányosítják az utcát a Garibaldi utca felől a Csalóköz irányába. A kivitelező kéri, hogy a jelzéseket figyelembe véve senki ne parkoljon az érintett útszakaszon. Az ezredfordulót követően több mint 50%-kal csökkent a hazai fecskeállomány. A napjainkra teljes egészében városiasodott sárfészket építő fecskék védelmében a lakosságnak egyedülállóan fontos, gyakorlatilag nélkülözhetetlen szerepe van. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület. Mára legalább minden második madár eltűnt az ereszek alól, pedig egy lakott fészek 6 kg rovart jelent. Ennyivel kevesebb rovar tud csípést okozni, vagy kárt tenni a haszon növényekben. A fecskeállomány összeomlásában döntő szerepet játszik többek között a nagyüzemű mezőgazdaság, a klímaváltozás, a fecskefészkek leverése és a szúnyoggyérítésnél használt hatóanyag, mely a fecskék táplálékbázisát is érinti. Azt tudjuk az állomány csökkenési adatokból, hogy Magyarországon az elmúlt 12-13 évben augusztusban kb. 2 millió fecske hiányzik az országból. Ez azt jelenti, hogy a nyakunkon marad 2 millió kilogramm, 2000 tonna repülő rovar. És akkor mit csinál az ember? Beveti a kémiai idegmérgeket, amik mindent legyalulnak. Tehát elemi érdekünk, egyrészt gazdasági érdekünk, másrészt egészség, sőt életvédelmi érdekünk, hogy a fecskék megmaradjanak. Lakott fészkek mellé érdemes nagy számban kitenni műfészkeket is. Ennek elkészítéséről a Madártani Egyesület honlapján videós segítség is megtalálható. Ha nagyon száraz a tavasz és a koranyár, érdemes sárgyűjtőhelyeket is kialakítani. A fecskefészkek leverésének hátterében szinte mindig az ürülékpotyogás áll, pedig könnyen lehetne kezelni a problémát. A fecskepelenka az egy körülbelül jó másfél arasznyi, tehát mondjuk olyan 30-35 cm széles fa, fém vagy műanyag lap, amit körülbelül jó másfél arasznyi távolság a fészek alá kell felhelyezni. Ez kihelyezhető egy fészek alá, de egy nagy fészek
telep alá is. És akkor az ürülék nem a járdára, az erkére, a tornácra, az ablakpárkányra fog potyogni, hanem ide, itt beszárad, semmiféle szaga nincs, semmiféle élősködőt nem van, és akkor, amikor elvonultak a fecskék, akkor ősszel, télen ezt egy mozdulattal le lehet innen takarítani. A legfontosabb, hogy minden meglévő fecskefészket értéknek kell tekinteni, és meg kell óvni. Bár a fészkeket leverni tilos, ha házfelújításra vagy szigetelésre kerül a sor, a költési időszakon kívül március 31-ig engedély birtokában a jogszabály lehetővé teszi a fészkek eltávolítását. A Nyíregyháza Spartacus is bejutott a legjobb 8 közé a Magyar Kupában, miután 5-1-re legyőzte az NB3-as Szent Lőrincet. Csütörtökön kisorsolták a negyeddöntők párosítását, amely a következő: Kisvárda, MTK Budapest, Nyíregyháza Spartacus, Kecskemét, Diósgyőr, Ferencváros és Vasas, Paks. A hivatalos mérkőzésnap április 3-a. A játékvezetők csapata nyerte a Filó foci csarnokban a Szövetségkupa kispályás labdarúgó tornát. Az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatósága által szervezett rendezvényen az igazgatóság együttese végzett a második helyen, a kormányhivatal és az edzők csapata előtt. Az igazgatóság már 2 évtizede rendez a tavaszi rajtelőt az amatőr futballban tevékenykedők számára egy kispályás tornát a Filó foci csarnokban. Idén 4 együttes lépett pályára. Bár ezeken a találkozókon nem az eredmény az elsődleges, azért mindenki igyekszik a lehető legjobban szerepelni. Ebben az esztendőben a játékvezetők bizonyultak a legjobbnak, megelőzve az igazgatóság, a kormányhivatal és az edzők csapatát. A mérkőzések közötti és utáni beszélgetések során természetesen szóba kerültek a téli holtszezonban történtek is. Ahogy az átigazolás ugye egy hónapig tart, de rendszerint az utolsó 3-4 nap az, amikor ehhez kezdenek kapkodni a csapatok, és például az utolsó nap a munkaidő után, tehát délután 4 óra után több mint 83 átigazolást töltöttek fel a rendszerbe a csapatok, úgyhogy tényleg az utolsó pillanatok rajták nagyon sokan. Nagy mozgás nem volt annyira, mint amennyire szokott, de természetesen a többi igazgatósághoz képest, mivel szinte a legtöbb csapattal rendelkezünk, sőt az utánpótlással együtt Budapest és Pest megye után a legtöbb csapattal rendelkezünk, így ugye közel 13 000 labdarúgó létszámhoz mérten azért nálunk volt szinte országos szinten a legtöbb mozgás a téli szezonban. Bár a téli időszakban a nagypályás bajnokságokban nem játszottak pontokért, az igazgatóság által szervezett futszál bajnokságban és tornákon rendszeresen pályára léptek a csapatok. A futszálbajnokság, a regionális NB3-as bajnokság ugye 3 megye csapatait vonja egybe, és jó ütemben zajlik. Szerencsére az elmúlt évekhez képest sokkal kevesebb a kinemállás, és azt kell mondanom, hogy a színvonal is emelkedett, több a jobb csapat, illetve az utánpótlás szinten pedig a csapataink jelentős része már regionális bajnokságban szerepel, maga az igazgatóság pedig ilyen futszál tornákat szervezett 5 korosztályban a fiúknak, 1 korosztályban a lányoknak, összesen több mint 110 csapat vesz részt ezeken a futszál tornákon, ami március 31-ig fog tartani. Mivel játékvezetőkre mindig szükség van, az igazgatóság az elmúlt év végén is indított egy alapfokú tanfolyamot, amely az elmúlt héten ért véget. A 33 vizsgázni készülő játékvezető közül 32 sikeres vizsgát tett, és ami örömteli, hogy jelentős részük szeretne is működni. Persze van, akik csak azért tették le ezt a játékvezetői vizsgát, hogy jobban képbe legyenek a szabályokkal, még aktív labdarúgók, de ha már körülbelül 2 tucat játékvezetőt is nyerünk, az mindenképpen jó lenne, és ami szintén örömteli, hogy rengeteg olyan játékvezető vizsgázott most alapfokú vizsgán, aki aktív labdarúgó volt, vagy még mindig aktív, tehát aki azért a sportágban eltöltött jó pár évet, azt hiszem, hogy azért őket sokkal jobban el fogják fogadni majd a megyei pályákon, legalábbis bízok benne. Az elmúlt hétvégén a vármegyei első osztályban már el is kezdődött a tavaszi szezon. A 16. forduló eredményei a következők: Nyíregyháza Spartacus 2, Vásárosnami 0-1, Nyírbéltek Nyírmegyes 0-1, Újfehértúj Csenger 4-2, Nagyecsed Máté Szalka 1-1, Tarpa Nyírbátor 2-0, Kálói Semjén Ibrány 4-2, Kemecse Kótaj 2-2 és Nagykáló Mándok 1-1. A tabella élén a 35 pontos Mándok áll megelőzve a szintén 35 pontos Tarpát. A vármegyei harmadosztályban a jövő hétvégén, a másodosztály 3 csoportjában pedig egy héttel később rendezik az első tavaszi fordulót. Híradónk végére értünk, úgyhogy nézzük főpíreinket még egyszer röviden.
Az önkormányzat működtetésében ismét van postai szolgáltatás PASZAB-on. Tajti Péter polgármester elmondta, a helyiek örülnek annak, hogy csak rövid ideig volt zárva az épület. A térség országgyűlési képviselője, Vínai Győző pedig arról beszélt, hogy szeretné, ha a választókerületéhez tartozó mind a 20 településen lenne postahivatal. Március végéig lehet regisztrálni a házhoz menő lomtalanításra. Időpontot a közszolgáltató EAK honlapján, telefonon és e-mailben is lehet egyeztetni. Fontos, hogy csak a nyilvántartásban szereplő ügyfelek igényelhetik az évente egyszeri alkalommal ingyenes lomelszállítást. Idén egy hónapot nyernek a gépjárművek tulajdonosai, ugyanis több mint 5 millió jármű után március 15-e helyett elegendő április 15-ig befizetni az adót. Ráadásul kettő helyet egyszer kell csak utalni, a részletfizetés pedig automatikusan jár, közölte a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Kedves nézőink, Önök március 1-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton krónikával, vasárnap pedig a gazdasági héttel várjuk majd Önöket, friss hírműsorral pedig legközelebb. Jövő hét hétfőn jelentkezünk az internetes oldalunkra továbbra is. Kattintsanak bátran, ott megtalálhatják a most elhangzott tudósításokat, újra visszanézhetik azokat. Jó hétvégét, viszontlátásra! Szombaton az éjszakai köd megszűnik, gomoly felhők képződnek, a keleti ország részben a zárt felhőtakaró pedig lassanként szakadozik. A keleti megyékben és a középső ország részben helyenként, másutt elvétve lehet eső, zápor. Napközben 12-14 fokot mérhetünk. Vasárnap gyengén felhős, napos időre számíthatunk, számottevő csapadék nem lesz. Napközben 14-16 fokig melegszik fel a levegő.